vagyunk ismét. Most már sok adjára leültünk kicsit együtt, de mi nem dőlhetünk hátra. A második Rákóczi Ferenc Általános Iskola énekkarának műsorával kezdődött el, az intézmény diákja fejleszte számára szervezett jótékonyságival. Eszti és családja lassan 2 éve folytatja a küzdelmet a leukémiával. Ebben a mai rohanó világban ez egy alapvető dolog, hogy segítsünk azokon a gyerekeken, azokon a felnőtteken is, bárkin, aki rászorul, és nálunk ez hagyomány az iskolában, tehát már többször fordult elő, hogy tanítványunkon jótékonysági bár keretében segítünk. A báli belépők és a támogató jegyek mellett még a tombol árusításával is hozzájárult az iskola az adomány növeléséhez. A rendezvényen párhuzamosan egy másik kezdeményezés egy jótékonysági koncert keretében is gyűjtöttek Eszternek. A Paksi zenekar a Hungarokarma döntött úgy, a kislány történetét hallva, hogy segítenek neki. Nyilvánvalóan egy zenész csak úgy tud hozzájárulni, hogy egy koncertet próbál megszervezni, és így jött ez a dolog, és rengeteg munkát igényelt egyébként, mert így decemberben az időpontok már eléggé foglaltak, és rengeteg olyan program van itt a karácsony miatt is, ami ezt befolyásolta, de sikerült a Stinky Riders Rockabilly Trióval karöltve és az Ingyenszorlatozóval karöltve ezt a programot megszervezni ma estére. Eszter leukémiás, csontvelő átültetésen esett át, minden támogató szándék nagy segítség a családnak. A két rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze Eszti számára.